félős mese. Besötétedett. Te van a zseblámpa? lámpa? Kiégett a körte a folyosó lámpában, nem látok semmit. Eléggé szédülök itt a gangon, a lenézek. Ne nézz le, kapaszkodj a hátizsákomba, mindjárt fent vagyunk, már csak két emelet. Hatalmas csőren is rázta fel a házat. Sünáv felrúgta Leó bácsi orvosságos üvegeit, amiket összegyűjtött, hogy reggel a szelektív belevigye, s vegyen helyettük újabb nyolcat. – Sziasztok, fiúk! – hallatszott a fordulóban ennyire még sosem ijedtek meg semmitől. Popi lepte meg őket, akinek a mai repülése igencsak hosszúra sikeredett. Te hol jártál, és miért ijeszgetsz bennünket? Estek neki a fiúk. Nem fogjátok elhinni, merre jártam, és mennyi szörnyűséget láttam. Egészen elkezdtem félni hazafelé. Zsin és Sünáf megfeledkeztek a sötétről és a szédülésről, és egy gangfordulóba kuporodtak, mert cseppenként hullani kezdett az eső. Ez a nyírkos idő, mondták egyszerre olyanok voltak messziről, mint a hajnali verebek szoros gubbasztásban. Világítok a jó, mentette meg a helyzetet Sünáv, így senki nem érezte pipogyának magát. Sok felé kalandoztam ma, folytatta Popi. Voltam egy Ausztrália nevű helyen, ahol vége láthatatlanul lángolt az erdő. Az állatok fejveszve menekültek. Később hurrikánba keveredtem, végül két medvét láttam, egy fehéret jégtáblán egyensúlyozni, egyes egyedül. Egy barnát pedig egy elszenesedett erdőben, könyvel a kezében, száraz kórók és facsonkok között. Tudjátok, nem volt valami szép látvány. Annyi mindent elpusztítanak az emberek. Hazafelé azon tűnődtem, mennyi mindentől félek én is. Hát, én például félek a zajtól és a nyugdíjasoktól, valotta Bezsín. Olyan meglepően csúnyákat tudnak mondani. Én nem bírom a tömeget a buszon, olyan szorosan állnak mellettem, féltem a telefonomat is, tette hozzá Sünef. Én a kutyáktól, a magastól, meg a pókoktól is, lüktetett a lépcsőház a szavaktól. Elnevették magukat, és megkönnyebbültek kicsikét. Én most már lehet, hogy nem is félek annyira a sötéttől, rászta meg magát Zsín. Különben is anyukám ezt a mesét szokta elmondani, mikor néha mégis.